Városi Televízió információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. Jó estét kívánok! Kedves nézőink, Önök a Városi Televízió hírműsorát, a Pécsmát látják. Mai főbb témáinkról röviden. Az értelmiségi klub pénteki vendége dr. Tordján József volt. Gazdasági stabilizációs program és az önkormányzatok feladata. Épül a tubesi kilátótorony. Országos elismerés a Városi Televízió stábjának. Politikai nagyüzem volt a hétvégén Pécsett. A parlamenti pártok népszerűségi listáján második helyen álló független kisgazdapárt vezetői a múlt hétvégén Pécsett jártak. A Pécsi Értelmiségi Klub vendége dr. Tordján József országos pártelnök volt, aki elsőként a jövő hétfőn esedékes köztársasági elnökválasztásról fejtette ki véleményét. Ez nem elnökválasztás, hanem kijelölés, hiszen Horn Gyula mondja meg, hogy ki lesz Magyarország köztársasági elnöke. Mi nem vagyunk hajlandók közreműködni egy látszat demokrácia színlelésében, ezért kivonul a frakció egységesen a parlamentből, nem vesz részt a szavazáson. Soha nem tapasztalt méreteket ölt Magyarországon a bűnözés. A független kisgazdapárt ugyanakkor az Isten haza család jelszóval próbálja a választóit megnyerni, és egyes vélemények szerint az életet csak Isten veheti el. Hogyan lehet akkor a kettőt összeegyeztetni? Amerikában is, amikor rájöttek arra, hogy a halálbüntetés eltörlése miatt megszaporodtak a gyilkosságok, visszaállították átmeneti időre rendkívül szűk körben a halálbüntetés. Magyarországon is rá kellene jönni végre arra, hogy nem csak a gyilkos uraknak van személyiségi joguk, hanem mondjuk az áldozatnak is van személyiségi joga. Mi úgy gondoljuk, hogy egy ilyen helyzetben, amikor mafiózók egymás ellen nyílt fegyveres csatákat folytatnak nappal Budapest utcáin, amikor nem mer egy tanyán egy idős házas pár este villanyt toltani, mert fél attól, hogy a reggelt megérje, akkor, amikor fiatal lányokat gyilkolnak meg, amikor a gyilkosság Magyarországon szinte már polgárjogot nyert, ebben a helyzetben nem lehet más tenni, mint átmenetileg addig, amíg a közbiztonságot helyre nem állítjuk, vissza kell állítani a halálbüntetés intézményét. Ez alkotmánymódosítással elképzelhető? Minden további nélkül, és én úgy gondolom, hogy az Alkotmánybíróság is arra az álláspontra helyezkedne, hogy egy rendkívüli helyzetre tekintettel az államvédelme és az állampolgárainak a védelme miatt ezt a lépést meg kell tennünk. A bokros csomag révén 28 szakmai törvény kerül hamarosan módosításra. Az önkormányzatokra vonatkozó változásokról szervezett előadást az érintettek számára az Önkormányzati Akadémia Pécsi Területi Iskola Központja ma délután. Baranya megyei önkormányzati tisztségviselők, polgármesterek és jegyzők számára szervezett ma előadást az Önkormányzati Akadémia. Téma a gazdasági stabilizációs programnak az önkormányzatokra vonatkozó kihatásai, feladatai volt. A bokros csomag révén 28 szakmai törvény kerül módosításra. Itt többek között az adózást, az államháztartást, a szociális és társadalmi juttatást érintő törvények módosulnak, melyek az önkormányzatok működésének feltételeit alapvetően befolyásolják. Milyen lesz a jövő Magyarországának az önkormányzati lehetősége? Milyen képet, milyen lehetőségeket biztosít ez a törvény? Hát azt gondolom, hogy nem a március 12-én meghirdetett és két hete megszavazott bokros csomagnak a következménye egyenlőre az intézmények leépítése, illetve leépülése. Ez egy gazdasági folyamatnak a része, amelynek a lényege az, hogy az ország fizetési helyzete megrendült, és megtakarításokra van szükség. Természetesen ezeket a megtakarításokat az önkormányzati szférában is meg kell keresni, és meg kell vizsgálni, hogy hol lehet racionálisan megtakarításokat elérni. De én azt gondolom,
gondolom, hogy itt a racionalitáson van a hangsúly, és nem célszerű olyan lépéseket megtenni, amely esetleg működő rendszereket ver szét most gazdasági megszorítások következményeként, illetve hatására, és esetlegesen ezeknek a visszaállítása vagy újraindítása valószínűleg többe kerülne, vagy több kárt okozna, mint a takarékon való működtetése. Azt gondolom, hogy a következő időszakban az önkormányzatoknak reálisan arra kell számítaniuk, hogy nem lesz több pénzük. A mostaninál reálisan arra kell számítani, hogy abszolút értelemben a források csökkennek, még akkor is, hogyha a számok esetleg ugyanazt mutatják, mint az idejek, de hát az árak nőnek, az infláció és az áremelkedés az prognosztizálható, de hogyha annyit sikerülne elérni, hogy nominál értékben megmaradjon az az összeg, ami az idén is rendelkezésre állt, akkor azt gondolom, hogy már eredményekről beszélhetnénk az önkormányzatiságnak a területén. Én azt remélem, hogy az önkormányzatok megtalálják azokat a helyi forrásokat, ahol meg tudják takarítani, és a hiányzó összegeket elő tudják teremteni ahhoz, hogy minél kevesebb intézményt kelljen megszüntetni, hogy minél kevesebb intézményt kelljen bezárni. Valóra válik a Mecsek Egyesület régen dédelgetett álma, felépül az új tubesi kilátótorony. Az alapokat múlt pénteken helyezték le. Tubes, Középmecsek. Magassága 612 méter, a zengő után a Mecsek második legmagasabb pontja. Gyönyörű panoráma nyílik a hegyekre, de a városra sajnos nem terjed ki. Ez volt az oka annak, hogy 1906-ban a Misinán építették meg a kilátótornyot. Rauch János városi főépítész a Mecsek Egyesület mérnökének tervei alapján 1910-ben Tubesen is készült egy kilátó. Az idők során megrepedezett, életveszélyessé vált, így 1981-ben lebontották, köveit elszállították. Az 1991-ben létrehozott Tubes kilátó alapítvány köré gyűlt pécsi polgárok azon fáradoznak, hogy az 1992-ben Horváth Margit és Bicó László pályázaton nyertes tervét megvalósítsák, felépítsék az új tubesi kilátótornyot. Az ügy várostörténeti jelentőségű, hiszen hasonló nagyságrendű turisztikai idegenforgalmi létesítmény nem készült az utóbbi évtizedekben Pécsett. A torony ajándék lesz a város lakosságának honfoglalásunk 1100. évfordulójára. Egy gyönyörű ajándék, mely egyben a környék arculatának is meghatározó része. Az építés hivatalosan június 2-án kezdődött meg. Medárd napján kijelölték az alapokat, 9-én pedig a Centrofon Kft. Elkezdte a torony alapjának építését. A támogatók között, akik ellenszolgáltatás nélkül biztosítják az alapanyagokat, pécsi, baranyai, sőt zalaegerszegi cégek is szerepelnek. A második Szatmárberegi Televíziós Alkotói Fesztivál első díját nyerte televíziós stábja az elmúlt héten. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Fehérgyarmaton rendeztek televíziós alkotói fesztivált. A 22 stáb híradós műfajban versengett egymással, a helyszínen számukra ismeretlen területen kellett híranyagot forgatniuk és vágniuk. A zsűri a Magyar Televízió, a Duna Televízió és a Helyi Televíziók Országos Szövetségének képviselőiből állt. A zsűri az értékelés során hangsúlyozta, a helyi televízióban a legfontosabb a hírműsor, hiszen azt máshonnan nem lehet megszerezni. A verseny első díját a Pécsi Városi Televízió Pécs ma szerkesztőségének stábja, Hauer János rendező, Hangyál Attila operatőr és Józsa Márta szerkesztő nyerték egy Szatmár-Beregi Település Szövetségről készült pályaművel. A díjat a zsűri elnöke Horváth János adta át. A fesztivál díjnyertes filmjeit és a rendezvényről készült tudósítást a későbbiekben önök is láthatják majd a Városi Televízióban. Néhány éve kormányrendeletek lehetővé teszik, hogy gazdasági egységek támogassák a szakképzések gyakorlati oktatásának tárgyi eszközeinek fejlesztését. Az éves bérköltség 1,5%-ának 75%-át közvetlenül az intézménynek, a Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskolának juttatta el a 9 baranyai és pécsi cég a 94-95-ös tanévben. Az összeg körülbelül 1 millió forintra tehető. Gyakorlati oktatás tárgyi eszközeinek fejlesztésére közel 1 millió forintot vehetett fel az idei tanévben a Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola. Egy nagyszerű kezdeményezés született iskolánkban. A szülői munkaközösség és az iskolaszék támogatásával ők levéllel fordultak a baranyai pécsi gazdasági egységekhez, és kérték, hogy iskolánk szakmai gyakorlati képzését segítsék. Milyen módon történik ez a támogatás?
Ez a támogatás kétféle módon történhet. Szólok az iskolánk számára nyújtott támogatásról is. A vállalatok eszközben is lerohatják ezt a támogatásokat, de pénzben is. Az iskolánk pénzügyi segítséget kapott. Milyen területen szeretnének önök újítani? Ahhoz, hogy korszerű műveltséggel, korszerű látásmóddal engedjünk ki diákokat, ahhoz korszerű eszközök kellenének. A nővérképzésben nagyon-nagyon fontos lenne, hogy megfelelő gépparkkal, számítógépparkkal rendelkezünk, és itt az iskolánk nagyon mostoha felszereltséggel rendelkezett, tehát mi erre szeretnénk fordítani a befutott összeget. Milyen területről várhat az egészségügy bármiféle támogatást? Sajnos sehonnan. Az egészségügy nagyon mostoha. Valahol ezért érzem példaértékűnek azoknak a vállalatoknak a támogatását, akik, és szám szerint 9 baranyai, illetve pécsi gazdasági egység nyújtotta nekünk ezt a segítséget, hogy az egészségügy számára a nővérek fölkészítéséhez ilyen példás módon állt hozzá. Példaértékűnek tartom az iskolaszék kezdeményezését, hogy megértette az iskola gondját, és segít a gyerekek fölkészítésében. A Városi Televízió információs műsora minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától a város híreivel, eseményeivel. Évadot zárt a Tanac Néptánc Együttes. Színes műsorukat a Pécsi Nemzeti Színházban mutatták be szombaton este. Hány éve működik a Tanac Néptánc Együttes? Az együttes októberben lesz 7 éves. Hogyan lehet összetoborozni egy ilyen együttest? Ez jó kérdés. Több barátnak a segítsége kellett hozzá, és több olyan fiatal, aki szívesen táncolt abban az időben még, mert már egy kicsit már megfogyott a létszámuk. De azt hiszem, hogy szív-lelkesedéssel össze lehet hozni ilyen csapatot. Kell hozzájuk a vezetőnek vagy a szervezőknek a lelkesedése, és az ő szeretetük ez iránt, a kultúra iránt, amiből ők származnak végül is. Tehát a gyerekekre, a táncosokra és a zenészekre gondolok. Hogyan szervezed az utánpótlást? A környező falvakban a szülők azok hozzák be Pécsre a gyerekeket, és ők a mi fő utánpótlás bázisunk, a környező horvát falvaknak a gyerekei. Kik készítik a koreográfiáját a daraboknak? A koreográfiát változatos gárda készíti, vannak köztük világhírűek is, tehát például Pece Atanaszovszki vagy dr. Iván Iváncsán Horvátországból, Budapestről Farkas Zoltán, aki nagyon nagy jelentőségű Bartók koreográfiákat készített nekünk. És végül sport. A hétvége sportrendezvényei közül a Pollák Mihály Műszaki Főiskolán megrendezett kétnapos strand-röplabda ünnepre látogattak el munkatársaink. A röplabda és a strand szerelmeseinek rendeztek versenyt a hétvégén Pécsett a Pollák strandon. Sokan mezitláb próbálták meghódítani a nálunk még gyerekcipőben járó sportágat. Hát a strandröplabdázás folyamiumokon vagy tengeromokon zajlik, ketten játsszák, kettő-kettő ellen. Dél-Amerikából jött, kubaiak is szívesen játsszák. Ugyanaz a szabály majdnem, mint a rendes röplabdázásnál, annyi a különbség, hogy nincsenek kötött posztok. Térd alatt nem lehet a labdához érni, fütszi után 5 másodpercen belül nyitni kell. Egyből a nyitást nem lehet visszajutni, meg kell játszani a társnak, 3 labdatérés van egy térfélen. Pluto! Hogy tetszik a verseny? Nagyon örülök annak, hogy elkezdtek szervezni ilyen strandröplabda kupát, bajnokságot, vagy ilyen mérkőzéseket. Nagyon tetszik ez a strandröplabda. Ennyit tudok mondani erről. Hölgyeknek nem nehezebb férfiak ellen küzdeni? Nem, mert a háló az körülbelül a női és a férfi háló magassága között van. Nagyon jó, csak meleg van. Régen röplabdáztál? Igen. Jövőre is szeretnék még visszamenni a csapatba játszani. Pejhazban, MB2-be. Nagyon tetszik, nagyon jó. Nagyon sokan vagyunk, akik régen játszottunk, és annyiból is nagyon jó, hogy úgy jöttünk össze, hogy semmi nem volt megbeszélve. Tehát nem tudtunk egymásról. Vannak fiatalok, vannak idősebbek, szerintem mindenki nagyon-nagyon jól érzi magát.
Kedves nézőink, Önök a Városi Televízió hírműsorát, a Pécsmát látták. Köszönjük figyelmüket, további kellemes estét, kellemes tévézést kívánunk. Viszontlátásra! Biztosítás. És gyermeke nem a nulláról indul. Ezüstfenyő biztosítás. A gondtalan évekért. Egy nagy bank és egy biztosító társaság. Egy páratlan páros. I'm walking. Yes, indeed, I'm walking. I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. A minőséghez hű marad az ember. I'm walking, yes indeed I'm walking. Aral, a barátságos benzinkút. A lézeres gyorscsomda Kft. Ajánlata. Hagyományos fénymásolás, színes fotók másolása papírra, dokumentáció kötése. 4-1 kártya, puzzle készítés. Hordhatja kedvence fényképét. Lézeres gyorsnyomda Kft. Ismerjenek szolgáltatásainkat. Melyben a cselekményt önök is befolyásolhatják. A Városi Televízió műsorában az Öndön című műsor minden vasárnap az Ami belefér után. Nincs más teendője, figyelje az adást és telefonáljon. Ön dönthet. Önök a Pécsi Városi Televízió műsorát látják. Vállalkozókról, vállalkozásokról, mindenkinek. Legyen nézője, lehet szereplője a pécsi gazdaságnak. Hívjon bennünket a 232-333-as telefonszámon.